Áldás békességet szeretettel köszöntök mindenkit 2020. június 11-én csütörtökön. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk! Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy erre a napra is felvirasztottál bennünket. Köszönjük azt, Istenünk, hogy van arra lehetőség, hogy a te igédet halljuk, tanulmányozzuk, szívünkbe fogadjuk, és azt ott forgassuk, gondolkodjunk rajta. Arra kérünk, Urunk, hogy a te igéd, mint jó mag hújjon a mi szívünkbe, és tudjuk megteremni annak a gyümölcseit. Ha kedves te erőtted, te légy most is közöttünk szent lelked által. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, a Máté írása szerint való evangélium 13. részéből az első 9 versből a következőképpen. Azon a napon kiment Jézus a házból és leült a tenger partján. De nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt és leült. Az egész sokaság pedig a parton állt. Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban. Íme kiment a magbetű vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés föld volt, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. Kedves testvéreim, azzal kezdődik ez a mai igeszakasz, hogy Jézus kiment a házból. Kiment abból a házból, ahol tanított, és ahová megérkeztek a édesanyja és a testvérei, és mondják Jézusnak, hogy itt vannak a rokonaid, anyád és a te testvéreid, és Jézus azt mondja, hogy akik hallgatják és megcselekszik az én igémet, azok az én testvéreim és az én anyám. Kedves testvérem, megcselekedted-e az Isten igéjét a tegnapi napon? Jézus kimegy abból a házból és leül a tengerpartján. Azonban a sokaság követi őt. Nem hagyják, hogy magában legyen. Nagyon sok kérdésük, nagyon sok bajuk, problémájuk van. El tudom képzelni, ahogy szorongatják ott a tengerparton, míg Jézus megelégedi, beszáll egy hajóba, beljebb viteti magát, és újra csak elkezdi tanítani azokat, akik kíváncsiak rá. Van olyan, hogy Jézus egy kicsit eltávolodik tőlünk, hogy úgy érzem, mintha most messze lenne. Miért teszi ezt? Talán el akar hagyni? Nem, Jézus Krisztus soha nem hagyja el az övéit, de van, amikor kicsit távolabbra megy. Nem azért, mert bántani akar, hanem mert nekem van szükségem arra, hogy ahhoz, hogy halljam őt, egy kicsit távolabb legyen. Mennyire kell eltávolodnia? Annyira, amíg nem hallom, amíg nem vágyom arra, hogy én is hallhassam őt. Te hallod-e Jézus Krisztusnak a hangját? Ezután elkezdi Jézus a magvető példázatát, egész pontosan magát a példázatot el is mondja. Tudnunk kell, hogy keleten állítólag a vetés az nem úgy működött, mint itt mifelénk. Nálunk úgy működik, hogy ősszel megszántják a földet, utána elboronálják, és utána belevetik az őszi búzát. Ha mindez tavasszal történik, akkor a szántás után hagyják, tavasszal fellazítják újra, és akkor a fellazított talajba vetik el a magot, és a magvető gép végén van egy magtakaró, ami ráhúzza a földet. Izraelben ez másképpen volt. Ott először kiment a magvető, és kézzel elhintette a magot, és az elhintett magvak így a föld felszínén voltak. Ekkor indult neki szántani, és beszántotta a magokat. A szántással együtt beforgatta a föld alá. Így talán jobban meg tudjuk érteni azt, hogy miért is van az, hogy vannak magok, amik az út félre esnek. Régen a gyalogutakat, azokat nem szabályozták úgy, mint ma, hanem voltak gyalogutak, amik egész egyszerűen keresztül vezettek a mezőn. Ezt kitaposták az emberek, az egyik ment a másik után, és így egy olyan keskeny gyalogút jött létre, ami keresztül vezetett a földön. Ahogy odaesik a mag, míg a beszántás előtt
Nyilvánvaló, a madaraknak ott van a legkönnyebb dolga, hogy észrevegyék és elkapkodják ezeket a magokat. Aztán vannak olyan magok, amelyek köves helyre esnek. Valamilyen védelmet talán találnak közvetlenül a kő mellett, majd amikor ráforgatja az eke a földet, akkor csak egy vékony réteg az, amelyik ott van. A kő hamarabb átmelegszik, és így hamarabb kibújik a növény. Aztán amikor eljön az a perzselő nyár, amikor már érlelni kellene a kalászokat, akkor nem bírja, mert nincs mélyen a gyökere, és elszárad. Igen, így vannak magok, amelyek a tövisnek a magjaival együtt kerülnek beforgatásra, és aztán a gyom, a gaz, az elfojtja a hasznos nemes növényt. Végül vannak olyanok, amelyek jó földbe esnek, és aztán teremnek 100 annyit, 60 annyit, vagy 30 annyit. Kedves testvérem, te mennyit teremtél már? Hány embert, hány gyermeket, hány lelket vezettél Jézus Krisztushoz? Az az igazság, hogy legtöbb esetben ezt nem is tudjuk. Mert a példa, amelyet adunk, az nem feltétlenül ad visszajelzést. Olyan jó lenne, ha minél többeket Jézus Krisztushoz tudnánk vezetni. Mert a mag csodája az ott van a szívünkben. A magnak a csodája az, hogy évekig képes elállni. És aztán, amikor földbe kerül és nedvességet kap, akkor benne van az élet, és az kihajt belőle. Annak a magnak meg kell rothadnia ahhoz, hogy új élet támadhasson belőle. Ezt Jézus Krisztus saját magára alkalmazva is elmondja majd később. Ugyanakkor a példázatnak a megfejtését azt nem adja meg. Ha nem magyarázná meg Jézus, én sem érteném meg. Pedig ő azt mondja a végén, akinek van füle, hallja. Mit jelent ez? A latin így fogalmazza meg. Sapienti sat. A bölcsnek elég. A bölcsnek nincs szüksége magyarázatra, mert megérti. Be kell, hogy lássam sokszor, hogy én nem vagyok bölcs, nem vagyok elég bölcs. Nem mindig értem meg az Istennek az igéjét. Szükségem van a magyarázatra. Olyan jó, hogy lehet kérni a Szent Lelket, hogy ő magyarázza meg Isten igéjét, ő magyarázza meg életünknek az eseményeit, hogy ne magunktól kelljen kikövetkeztetni, ne a saját magam feje után kelljen menjek, és a saját magyarázataimat adjam a dolgokra, hanem engedjem, hogy Isten magyarázza ezt meg nekem, s valóra váljon az életembe, hogy a bölcsnek elég, ha Isten megmagyarázza. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megköszönjük neked azt, hogy az igének a magvát a mi szívünkbe is veted. Arra kérünk, hogy jó földbe hújjon, és tudjunk gyümölcsöt teremni. Segíts nekünk abba, Urunk, hogy minél többeket tudjunk az Úr Jézus Krisztushoz vinni, hogy ne fáradjunk bele ebbe, ne legyünk bátortalanok, hanem merjünk bizonyságot tenni a beléd vetett hitünkről. Így kérünk, hogy áld meg ezt a mai napot is, hadd végezhessük el a feladatainkat is, hadd legyen a te dicsőségedre szolgáló, te vigyázz mindannyiunkra, te légy a szeretteinkkel is, te add, hogy ők is megtalálják a hozzád vezető utat. Vigyázz kérünk nemzetünkre is, Isten áld meg a magyart, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!